Úgy indultam neki, hogy magamat akarom evezni, magamból kihozni a maximumot, meg a saját taktikám szerint menni végig ezen az 1000 méteres pályán. Idén nem mentem még olyan sok ezret, csak a válogatón mentem, de bíztam benne, hogy jó az iramom, és ott tudok maradni. Számítottam a németre, hogy német lányra, hogy erős lesz. Előfutamba is már jól ment, mellette mentem, úgyhogy csak úgy éreztem, hogy ketten vagyunk ott elől, és a többieket nem is láttam, így meg térből se. Úgyhogy csak rá koncentráltam, az iramba ő elég erősen ment. Ott egy kicsit le voltam maradva, de így is terveztem, hogy én 500-nál indulok meg egy kicsit, meg a végén 200-szor finiselek, de ő is bírta nagyon ezt az utolsó 200-at, és szerintem a berúgásom múlt, mert tényleg egy centiken dönt el, hogy melyikünk lett az első vagy a második. Nem is láttam, amikor berúgtam a hajót, hogy ki van előrébb. Úgyhogy örülök a másodiknak, második helynek, mert tényleg egy olyan pályát jöttem, hogy alig tudtam kiszállni a hajóból, úgy besavasodtam a lábam, brutálisan bekötött, úgyhogy tényleg kihajtottam magamat, de azért fájdalmas csak egy centivel kikapni 1000 méteren.